So, Mr. Head Coach, the team Kapitány úr, a csapat az első perctől kezdve nagyon motiváltan játszott. Ez a közönség miatt volt, vagy valami más miatt is? Nem, azért, mert... I'm here with my staff since... Itt vagyok a stábommal most már 3,5 éve, és szerintem a srácok lépésről lépésre hasonlóan, egyre inkább hasonlóan gondolkodnak, mint én. Soha senkit nem becsültem le a pályafutásomban, sem játékosként, sem szövetségi kapitánként, előtte edzőként. Szerintem mindenkit tisztelnünk kell, és fel is hívom a figyelmet minden alkalommal, hogy igenis lehetnek nehézségeink, akár még San Marino ellen is az első félidőben. Ne felejtsük, Albánia ellen is volt gól nélkül döntetlenjük az első félidőben. Az angolok ellen is jól tartották magukat, tisztában voltunk vele, srácok pedig nagyon motiváltak voltak, és azt tették, amit mondtam nekik is, amit kellett. Persze voltak hibánk, de általánosságban fogalmazhatunk úgy, hogy elértük azt, amit szerettünk volna. Jó mérkőzést játszottunk, szereztünk gólokat, és a végén a győzelem nem volt egy másodpercig sem kérdés, úgyhogy szerintem ez volt a lehető legjobb módja annak, hogy elköszönjünk a közönségünktől ebben az évben. És abban bízunk, hogy jövőre még nagyobb lelkesedésre találkozhatunk újra. Szoboszlai duplázott ezen a mérkőzésen, hogyan látja az ő teljesítményét és motivációját? Dominic is a player. Dominic, emlékszem, amikor engem kritizáltak vele együtt az albánok elleni mérkőzést követően. Szoboszlai is the treasure. Egy igazi kincse a magyar labdarúgásnak jelen pillanatban, védenünk kell őt. És persze bizalmat kell neki adnunk, akkor is, amikor vannak nehézségei. Mi ezt tettük, és lépésről lépésre Dominic visszatért, megmutatta a képességeit a Lipcsében, megmutatta a képességeit a nemzeti válogatottban, és abban reménykedünk, hogy a jövőben is ezen az úton tudjuk folytatni, és persze abban is reménykedünk, hogy lesznek majd még újabb szoboszlaik is. Ez a következő kérdés a jövővel kapcsolatban. Beszéltünk már a meccset megelőzően is erről. Elégedett a keret bőségével, és ezzel a teljesítményel szerintem elégedett lehettek, hiszen, hiszen nem voltak sok problémák, és mindenkinek van természetesen az újoncokat tekintve, akár Kis Tamásról, akár Balogh Botondról beszélek, mindenkinek kell még fejlődnie természetesen, de szerintem például Botinak volt egy nagyon jó beadása, ami a negyedik gólt eredményezte. Úgyhogy természetesen majd látnunk el őket más körülmények között, más helyzetekben és mérkőzéseken, de tehetséges játékosok, nagyon fiatalok, úgyhogy a debütálókról már mondtam is korábban. Amit a kollégáim előttem tettek, az nem fontos számomra. Én a jövőben nézek, hogy egy jövőt építsek ennek a csapatnak. Elég egyértelmű, hogyha jövőbe tekintünk, akkor nem tudunk megkínni a játékosokat, akik 30 évesek elmúltak. Olyanokat keresünk, akik legalább 20 évesek mondjuk, de inkább 20 évesek. Ezt el kell magyaráznom mindenkinek, hogy mit fogok tenni. Köszönöm szépen.